Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Városismereti műsorunkat látják, immár 23-szor. Arra vállalkoztunk Váci Márkkal, a műsor szakértőjével, hogy bemutatjuk Székesfehérvár városrészeit. Tulajdonképpen végig is értünk a 9 belvárosi résszel, és úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy valami kis meglepetést hozzunk a nézőknek. Meglepetés már a helyszín, hiszen elárulom, bekéreckedtünk Székesfehérvár városházán a polgármester úr irodájába, amelyről hamarosan kapnak információt, és a másik meglepetés az, hogy lesz egy kérdezőtársa. Először is akkor hagyj köszönjem meg a helyszínt dr. Csápakovics András polgármester úrnak. Nagy szeretettel köszöntöm a műsort és a kedves vendégeket itt az irodában, de hát én magam is vendég vagyok, úgyhogy ez nincs mit megköszönni. Pont előbb beszélgettünk, talán ennyi elmondható adáson kívül, hogy a magyar nyelv szép és kifejező, a városházáról beszélnem, a polgármesterházáról vagy a jegyzőházáról. Azt hiszem, hogy ez a város közösségének gyakorlatilag központi épülete, ilyen értelemben mindenki, ez az iroda is, amiről biztos, hogy sokat fogunk beszélni, hiszen gyönyörű és gyönyörű dolgok vannak benne, és nagyon sajátságos a története. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt vagytok, itt van ez a műsor, és bízom benne, hogy sok izgalmas, érdekes dolgot tudunk mondani a fehérváriaknak és mindenkinek, aki ezt most megnézi. És természetesen itt van állandó szakértőnk, aki végig kísérte ezt a műsort, és hozta rengeteg tudását a városról, Váci Márk történész, a Városkutató Intézet topográfiai munkatársa. Hát én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és tényleg a városházán beszélgethetünk a fehérvári múltról, és hát nyilván nem csak az épületről, hanem majd egyéb témákról is. És nagy szeretettel köszöntöm Igari Antalt, műemlékvédelmi szakmérnököt, Fejér megyei főépítést, aki a belvárosi részekhez csatlakozott hozzánk, és kápráztatott el tudásával. Úgy, hát köszönöm szépen ezt a nagyon szép felvezetést. Akkor, ha szabadna, egészíts ki azzal, vagy kiegészítem, hogy egykori városházi dolgozóval egészül ki a kis csapat. Köszönöm a lehetőséget. Ha már itt vagyunk, akkor beszéljünk először mondjuk az irodáról és a városházának ezer részéről, ami hát nem mindenki által látható. Tudom, hogy sokszor nyitott, és maga a polgármester tart idegenvezetést, de azért azok kedvére, akik még nem jártak itt, érdemes megismerni, és olyanokat megtudni, ami mondjuk látszólag nem is biztos, hogy kiderül. Ha jól értem, nehéz lett a szerepem ma, mert alapvetően kérdeznem kellene egy irodával kapcsolatban, ahol most már hosszú évek óta mindennapjaimat töltöm, életem jelentős részét, és nekem személyesen is sok élményem fűződik hozzá, de azért megpróbálok majd kérdezni. Annyit előre bocsátva, hogy az az iroda, ahol most vagyunk, ez nem olyan régen polgármester iroda. Erről is váltottunk már néhány szót, hogy Nagy István polgármestersége idején került át a polgármester irodája ebbe a helyiségbe. Korábban itt egy ilyen kis tanásterem volt, az most egyébként egy mellettünk lévő helyiséget jelent, és ahogy be lehet ide jutni, majd beszélünk az előtérről és ezekről a kis előszobákról, előirodákról, annak az egyike volt az, amelyik korábban, még Balsa István ideje alatt is a polgármesteri iroda volt. De hát ugye azt is tudjuk, hogy részben az a szárny is, ahol éppen vagyunk, az meg nem is annyira régóta városháza. Úgyhogy az első kérdésem akkor arra irányulna, hogy mit is kell tudni a városháza ezen szárnyáról, ahol most van a polgármesteri iroda, vagy éppen a kis tanásterem. Kezdette, vagy kezdjünk? Kezd a történetét, én meg majd az apróságokkal majd bevágok. Készültem egy érdekes témával, majd szerintem rátérünk arra is. De most még nem árulom el, hogy mi lesz az. A polgármesterekkel kapcsolatban egy kicsit azért olvasgattam, és akkor találkoztam azzal az adattal, hogy 1912-ben vásárolta meg dr. Sára Gyula vezetésével a Székesfehérvár városa azokat az épületeket, amiket aztán 1936-37-ben ugye részben elbontottak, részben pedig átépítettek, és ezzel bővítették a városházát, tehát tulajdonképpen most abban a szárnyban vagyunk, amiről én beszélek. Tehát 12 óta van ez városi tulajdonban, ugye a maga a főépület, a régi főépület, ugye a polgármester úr említetted, hogy ez a városháza és nem a polgármesterháza, 1730 előtt a városbíróháza volt, a lakása is itt volt megtalálható, abban a főépület szárnyban. Szeretném rögzíteni, hogy a jelenlegi polgármesternek nincs lakása a városházán, mielőtt a félreértések és becskák keletkeznének. Igen, ezt jó, hogy tisztáztuk. És 1730-tól lett a városháza. Ugye egy szép barokk épület, és aztán amellé épültek fel ugye fokozatosan
már 200 évvel később azok a részek, amikben ma a legfontosabb helyiségek megtaláltok, többek között a polgármesteri iroda is, amiből ugye, mint említetted, szintén itt a műsor előtt nagyon jó kilátás nyílik, illetve van egy alak, egy városi lakos, aki pedig rendszeresen belát a polgármesteri irodába, de szerintem erre még visszatérünk úgyis. Ez egészen biztos, hogy így van, mert hogy sok vendéget szeretünk itt fogadni városházánkon, és minél többször megnyitni a házat, és akár ezt az irodát is megmutatni a fehérváriaknak, vagy a hozzálátogató vendégeknek, mert egyrészt gyönyörű, másodszorban alajában a történelem elevenedik meg egy kicsit. Sára polgármester úrnak sok mindent köszönhet a város, hogyha mondjuk az alapközművekre gondolunk, ami nem mindig annyira látványos, ám látod nélkülözhetetlen egy város életébe, akkor neki óriási szerepe van ebbe, és nyilván az ő korszakának és az ő általa vezetett csapatnak. Nem véletlenül az erre vonatkozó programot róla neveztük el egyébként elmúlt néhány évben, ezzel kicsit tisztelegni szerettünk volna az ő emléke előtt is. És szerintem a legnagyobb fehérvári polgármester, legalábbis én úgy gondolom, Csitári polgármester úr, akit most azért idéznék ide, mert ugye ő nem ebben az irodában dolgozott ebben a vonatkozásban, viszont van az irodában olyan bútor, ami az ő idejében már polgármesteri bútorként hozott. Például egy gyönyörű szekrény és más olyan dolgok is a városházan, ami hozzá is kötődik. Mit kell még tudnunk erről a helyiségcsoportról? Hát akkor azért annyit, hogy ha már egyszer ez föl lett emlegetve, ugye ez az egykori Zicsi palotában helyezkedik el ez a sarokszoba, amelynek tényleg az az érdekessége, hogy tulajdonképpen külső megjelenésében, hát nyilván a barokkori előzményeket leszámítva, a legrégebb óta ilyen a megjelenése. Hanem ugye itt befordul a két ablak nyílásnyi a főtér felé, majd aztán vége van, vagy vége volt, és kezdődött egy nem kétemeletes ház, hanem volt az úgynevezett Bierbauer ház, amit Márk által említett 36 nyarán lebontottak. Múltkor ezt már kiveséztük, hogy milyen körülmények között volt az építkezés, építőmunkásztrájktól kezdve, minden volt. Az hivatal bent dolgozott továbbra is az épület egységbe, és mégis másfél év alatt minden a lényegében a helyére került. Tehát egy egész csoda munka történt. Na most ez a Zicsi palota szolgált Kocsis Iván építésznek előképül, és ezt kellett, hogy úgy mondjam, tovább vinnie. Nem kellett, ő így döntött. És hát egy olyan munka volt, hogy egy műemlék épületet, sőt műemlék együttest elég böcsülettel lebontottak. Na most, ha azt mondanánk, hogy ez mai értelemben vett műemléki szempontból lehet-e, hát finoman fogalmazva, első az lenne, hogy ki az a... Nem biztos, hogy engedélyt kapnánk. Igen, jó, köszönöm, hogy segítettél. Tehát valószínűleg nem biztos, hogy engednék, de elkészült, és most már ez az általunk elfogadott, és egyébként végső soron építés szempontból megkérdőjelezhetetlen ennek a mikéntje megjelenése, és így lett egységessé az a város háza, a barokk egyemeletes résszel, majd hozzá kapcsolódva a Bierbauer ház helyén is felépült és bővült Zicsi palotával. Hát döntően ennyi, és akkor Márk az előbb említett egy elődöt. Engedtessék meg, hogy esetleg elődnek lehessen nevezni, és nem hiszem, hogy ez ne lehetne megtenni, a város egykori tanács elnökeit is ebbe a sorba megemlíteni. Már csak azért is, mert az adott személy két, de talán három szerepből is érintett volt ebben az épületben. Dr. Tilingeli Istvánról beszélek, aki 1936-ban kőműves inasként dolgozott, és ő volt az, aki Kocsis Iván elé minden egyes alkalommal, amikor tervező művezetésre jött, tervrajzokkal és a többi kivonult, pontosabban ki kellett menni a vasútállomásra, ő kísérte be, ő hozta a terveket a professzor úr után, és hát az építkezés során ő itt jelen volt. Aztán egy idő után, hát nyilván bizonyos dolgok talán kevésbé, bár legalább annyira érdekesek, mint amennyire feltétlenül részletezni kellene, tehát 56-ot követően ő azért elég jó kapcsolatokkal rendelkezett fölfelé, belügyi és egyéb más előzmények kapcsán, de ő lett a tanács elnök. És lett 57-től egészen 1972-ig,
méghozzá egy, megint csak egy fellendülő ágban, akkor ünnepelte a város az 1000 éves évfordulóját, és éppen azért, mert talán ő volt itt, lehetett olyan módon megünnepelni az 1000 éves évfordulót, ami talán akkor abban az időben viszonylag szokatlan volt, pláne ilyen időtávra visszamenőleg. Viszont abszolút méltó volt a város történelmi. Igen. És hát azért volt egy kis intermezzo, mikor egy szovjet tábornokot ő kicsit italos állapotában felpofozott, ezért ő bukott, már bocsánat a kifejezésért, na de fölfelé, úgyhogy végén az OMF-nek, tehát az Országos Mérnöki Felügyelőségnek lett végül ő az elnöke, tehát ilyen módon hosszú, vagy hát viszonylag hosszabb ideig, közel még egy évtizedig, még ő volt a vezetője, tehát itt a belvárosi műemlékfelújításokba valamilyen módon beleszólása lehetett, mint egykori tőzsgyökeres fehérvárinak. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ezt érdemes kicsit megemlíteni az elődök között. Hát, hogyha már az építészeti beavatkozások szóba kerültek, akkor fontos elmondani, kifejezve azt a reményemet, hogy sztrájk remélem nem fog történni, de 2022-ben megtörténik a Városháza felújítása. Várhatóan az év elején el fog indulni. Ez homlokzatfelújítást, tetőfelújítást és belső felújításokat is eredményez majd. És talán szimbolikus, hogy ez éppen az Aranybulla emlékében fog megtörténni. Bízom benne, hogy ezt is az érték megőrzés és szép példájaként tudjuk majd említeni. És ha már itt tartunk, akkor ebből is kiderül, hogy ez egy egyébként nagyon nagy épületegyüttes. Ha a másik épülettel együtt nézzük, akkor több mint 300 ember napi szintű munkahelye. És maga az építkezés és a felújítás bentlakással fog megtörténni, beleértve adott esetben a polgármestert is. Kíváncsi vagyok, hogy hogy fog megtörténni ez a 2022-es évben egyébként az egész évet átölelő beruházást jelent. De a Városházának nagyon-nagyon sok szép dolga van. Úgy tudom, hogy erről sokat beszéltetek korábban, de talán nem esett kellő szó arról a helyiségcsoportról, ami közvetlenül a bejárat, a polgármesteri iroda és jegyző iroda bejáratánál van, és ahol azért sok szép dolog található, és bár néhány gondolattal említettétek abban a Novák alkotását, de azért kérdezném, hogy mit kell tudni gyakorlatilag a bejáratáról a polgármesteri irodai együttesnek? Abba Novák. Menjünk akkor bele egy kicsit. Tehát szintén ugye a 30-as évek második felének a nagy fejlesztéseihez kapcsolódik. Ugye a mauzóleum festése mellett, a szekok elkészítése mellett ugye a Városháza új szárnyának a díszítése, és ugye a méltó megemlékezés a Szent István emlékévről és egyáltalán az évfordulóról. Ugye hát a kor jeles alakjait megjelenítve természetesen, amellett, hogy Szent István alakja, a Szent Korona és a Szent Jobb ugye megjelenik, és hát nem véletlen az, hogy például Tilinger István időszakában, akit már ugye Tóni is említett, nem volt látható ez az alkotás, hiszen olyan alakokat ábrázol, többek között Csitár Jemél polgármestert, aki azért meglehetősen méltatlan körülmények között élte az életének a hátralévő részét 1945, de leginkább 47 után, ugye különböző segédmunkákban, gyári főkönyvelőként és egyebekben, ráadásul Fejér megyén kívül dolgozol, vagy Hóman Bálint, Horthy Miklóst is említhetnénk, és hát olyan országos és megyei méltóságok, akiket ugye nem volt ildomos 1945 után megjeleníteni. Ugyanakkor a 30-as évek városfejlesztéseihez az ő tevékenységük az nagyban hozzá kapcsolódott. Tehát amikor például én szoktam beszélni a Csitári éráról, akkor nagyon sokszor megkapom azt idősebbektől, teljesen joggal, hogy jó, persze, Csitári nagyon fontos volt, és kellett egy polgármester a város érére, na de Hóman nélkül mire ment volna? És ez valóban így van. Tehát ha nincs egy olyan országgyűlési képviselő, aki megfelelően tud mondjuk azt, hogy lobbizni, akár a kormánynál, akár a kormányzónál, és a kultúrpolitikai intézkedéseket olyan irányba tudja terelni, hogy itt Fehérvár egy központi szerepet, funkciót kapjon, akkor valószínűleg ezek a fejlesztések nem ilyen nagy volumenben valósulnak meg. Tehát az egyik fő jellegzetessége az ez, hogy leginkább ugye ezt az évfordulót volt hivatott megjeleníteni, és ezt a Szent István tiszteletet. Akkor ha szabadna, én megint egy személy
egyel kiegészíteném ezt a sort. Egyrészt engedtessék meg megyei önkormányzati dolgozóként most jelen pillanatban, hogy megemlítsem azt, hogy szintén ábrázolva vagyon a képeken az egykori Fejér Vármegye főispánja és Székesfehérvár főispánja is, Gróf Széchenyi Viktor, akinek épp idén volt születésének 150. évfordulója, ebből az alkalomból meg is emlékeztünk róla. Sajnos ő is elég méltatlan körülmények között halt meg, 45 tavaszán Budapest ostromát megélte a budai várba, majd szovjet fogságba került, majd a fogságból szabadulva nem egészen tisztázott körülmények között verés, betegség eredményeként szabadulását követően májusban 4-5 nappal később meghalt. És hát az ő fia volt Széchenyi Zsigmond, aki na most ő is fölkerült ugye erre a falkép együttesre, és hát most egy nagyon rövid statisztika 3 adattal. 3 kivégzett szerepel ezen, 3 életfogytiglanos. Többek között némelyiket már említettük, és nyilván Hóman Bálintot. És 3 esemény van rajta, a bal oldalt a katonaság, a vitézi rendnek a allegorikus ábrázolása egy kicsit, ugye az a romkert avatásával egyidejűleg, nyilván az ott lévők ábrázolásával, Aba Novák is ott nyert el a vitézi címet. Másik oldalon az egyházi nagy esemény, a Szent Jobb országjárásaként, ugye eucharisztikus kongresszus keretében, idén megint csak egyfajta, hogy úgy mondjam, emlékezés tárgya volt, és hát a legnagyobb esemény, ahogy az a legutóbbi beszélgetésünkből is volt, az országgyűlés, amelynek egy szemnapi rendje volt, ez a 33. törvénycikk megtárgyalása, Szent István szerepének a kiemelése. Na, ez került ide, és elkövetkezett az az ominózus 46-os időszak, amikor az akkori városi elöljáró, az egyik alispán kiadta azt a feladatot, hogy már pedig ezt innen el kell takarítani. És az akkori városi főmérnök, Molnár Tibor, hát próbált trükközni vele, vásznat húzatott rá, levakoltatta, de kiderült a turpisság, majdnem az állásába került, úgyhogy vászol le, és naturba le kellett mindent festeni. Na 92 és 3-ban, 2 éve munka során Hernádi György restaurátor dolgozott 2 éven keresztül, 1 évig csak a feltárása történt, aztán utána jött a retus és a helyreállítása a képnek, visszaállt a kép. És engedtessék meg egy személyes dolog. Hát én nagyon sokszor így este felé Gyurival sokat beszélgettem, hogy hát ő dolgozott, én meg elmenőben még néztem és beszélgettünk, és hát ugye néhányszor a szövegeket, ezek a Berceli Anzán Károlynak a vers idézeteit kellett kiegészíteni. Van még egy rész, ami nem lett kiegészítve. Nem tudtuk kiegészíteni. Időközben sikerült rájönni egy szem szóval, remélhetőleg esetleg sor kerülhet majd a szöveg kiegészítésére, úgyhogy ez egy új adalék, majd megmondom, hogy mi lenne a legeslegutolsó sora az idézetnek. Semmi különösebb olyan, ami nem gondot jelentene olvasatában vagy hasonló, de ezt talán... Szerintem nyitottak vagyunk egy ilyen... Jó, köszönöm, akkor ezt meg fogom mondani, és a pontos gyakorlatilag is lépünk előre. És még egy, talán azt is sikerül majd, hogy ugye 2 jelenetnél az ott lévő figurák be vannak azonosítva. Döntően 90%-ig. A másik oldal, a harmadik oldalon a katonai részlet nincsen. Ennek úgy tűnik, hogy jelentős részét sikerült beazonosítani. Remélhetőleg ennek is majd lehet ezt majd egyfajta dokumentációval kiegészítve talán sort lehet keríteni rá. Én azt hiszem, ezek olyanok, amik... Abszolút pozitív. A 2 érdekesség talán még az Aba Novák alkotással kapcsolatban. Az egyik, hogy magát is belefestette a művész ugye az alkotásba. Ez egy ilyen kicsit, azt mondom, izgalmas dolog, és amikor látogató van, akkor mindig kérdezgetik, hogy igaz-e, és akkor ott hol kell megtalálni Aba Novákot a képen. A második pedig, hogy amikor a Szent István emlékévet ünnepeltük 2013-ban,
akkor jelentkezett egy magángyűjtő, hogy az ő tulajdonában van ennek a képnek a vázlata. Nem teljesen az valósult aztán meg, mint a vázlat. Vázlathoz képest ugye, adott esetben ez érthető, de azért nagyjából a vázlat visszaadja azt, amit ma láthatunk és csodálhatunk. Két szerintem fontos tárgy együttesre érdemes még az előtérben fölhívni a figyelmet. Az egyik, hogy ugye ott található a Szent Korona hiteles másolata. Ugye a hiteles szónak itt van jelentősége, hiszen egy arra feljogosított testület adhat csak felhatalmazást másolat készítésére, ahol ezt a szót lehet használni. Ugye ezek közé tartozik, ugye a másik a Nemzeti Múzeumban található. Pénzverde készítette, egy ötvös embernek az alkotása több mint 10 hónapon keresztül, és egy közadakozás keretében vásárolta meg ezt pár évvel ezelőtt a város. Hozzá meg tudtuk vásárolni a koronázási kard egy másolatát és az országalmát. A jogar azért nem található meg, mert kiderült, hogy műleírás soha nem készült a jogarról. Azóta már elindult ez a folyamat, és az említett testülettől, amit a mindenkori köztársasági elnök vezet, közjogi méltóságok a tagjai, megkapta az engedélyt tudomásunk szerint a Nemzeti Múzeum és a Tudományos Akadémia, hogy megcsinálják a műleírást, ami alapján el lehet készíteni a másolatot. És akkor itt jön az igazi fehérvári, ugye gyönyörűek, hiszen anyagértékben teljesen megegyeznek mondjuk az eredeti koronával, a rajta lévő aranyozással, drága kövekkel együtt. Nagyon szép, akkor ezt elvisszük Pestre, és az eredeti dolgot pedig hazahozzuk Fehérvárra, mert hát mégiscsak ide tartozik. Ezzel szemben pedig egy nagyon szép korpusz töredék található jelenleg a Városházán, ez nyilván nem volt mindig itt, már csak azért sem lehetett, hiszen nem olyan régen a régészek találták ezt meg a bazilika belső felújítása során, és Spányi püspök úr pedig megengedte, amit ezúton is köszönök neki, hogy addig, ameddig a felújítás nem fejeződik be, addig ezt ne valami raktárba rakjuk el, hanem mutassuk meg az embereknek, és azóta itt van a Városházán. A szakemberek szerint ez egy mimózsi korpusz töredék, hiszen sajnos a feszület része az nem került elő a földből, az valahol ott van, és kb. 800 éves a művészettörténészek szerint. Gyönyörűen megtisztítva, azt hiszem, hogy tényleg érdemes megnézni. Szerencsére 2022-ben elkészül a bazilika felújítás, és akkor bízom benne, de nem a földbe, de visszaadjuk természetesen jogos tulajdonosának. Addig is becsüljétek meg, mert nem sokáig lesz már itt. Egyébként a város néhány testvérvárosának címerét is láthatjuk, nem mindegyik testvérvárosi címer van, de több látogatható. Utána bejövünk a titkárságra, és itt is érdekes tárgyakkal találkozunk, de ami talán nem a tárgyaknál is sokkal különlegesebb, az a csodálatos panoráma, ezt meg is állapítottuk, ami nem a polgármesteri irodából a legszebb, hanem a titkárság irodából. Miért gondoljuk így? Mit látunk onnan? Hát egy picikét hadd egészítsem ki ezt mindjárt, ezt szoktuk mi a Márkkal egyébként, igen. Most hogy még ennél olyan nap, hogyha a második emeletre megy föl valaki, akkor még jobban feltárult. Esetleg valaki dolgozott arra? Hát ha körbenézek és tükörbe, akkor igen. Én ott voltam, de tényleg határozottan állítom, hogy mivel magasabban van, messzebb, végig lehet látni a főutcát, rá lehet jobban látni a püspöki palotára, és pláne egy nagyon szép, havas, de lehetőleg verőfényes délután, hát utolérhetetlen a panoráma. Vagy bár itt adventi még, fényekben is karácsonyi fényekben. Bocsánat, az is, csak az meg egy picit ezt a magasságbéli előnyt úgy jobban kizárja. Tehát, úgyhogy nyilván mindegyiknek megvan a maga előnye, tehát tényleg gyönyörű, és ahogy elmondtam, döntően az, hogy a fő utca is föltárult, ciszterci templom, és már ugye nyilván a megújult, hát ugye jó néhány évvel ezelőtt megújult a homlokzata, és ugye most már valamennyire onnan már látszik a múzeum is, ami pedig szintén jövőre fog befejeződni. Én úgy érzem, hogy teljesen korrekt megjelenés lesz, és nagyon érdekes képeket lehetett télen, deres a püspökség teteje, de ahogy rávetül az árnyéka valaminek, az megmarad a dér, de ami napsütésesre olvad, és egész különleges képeket lehetett itt csinálni. Nem kellett hozzá fotóművész, csak egy egyszerű kis fényképezőgép. Ha már kinézünk, emlegette már Márk, hogy van a városnak egy lakója, aki folyamatosan belát a polgármesteri irodába. Mi alulról látjuk őt, de nagyon szeretjük, viszont te, polgármester úr,
egész közvetlen közelből látod Mújkót. Igen, mert hogyha az ember bennül a polgármester íróasztalánál a polgármester székébe, és kinéz az ablakon, akkor Mújkóval találkozik, Mújkó tekintetével és a jellegzetes mozdulattal. Megkérdeztem az alkotót, Kocsis Balást, hogy van-e ebben valami kis szándékosság, azt mondta, hogy végre valaki megkérdezi ezt tőle, mert hogy van. És aztán gyorsan közösen megfejtettük, hogy hát nyilván Mújkó a királynak is megmutathatta és megmondhatta valami, és akár mutathatta is, hogy azért vigyázzon magára, hát hogy ne tehetné meg ezt egy polgármesterrel. Úgyhogy ez mindig-mindig az embert mosolyra készteti, és nagyon nagy kedvenc az ide látogató vendégeinknél, akár adventben, akár múzeumok éjszakáján, akár örökségvédelmi nap keretében nyitjuk meg a házat. Az a tapasztalat, hogy a gyerekek a Csillárt szeretik, különösen a tinédzserek, felnőttek pedig nyilván beszeretnének ülni a székbe, ott elkészülnek a fotók, és mindig mondom, hogy na most akkor egy kicsit ki kell nézni az ablakon, és meglepődnek. Miért? Azért, mert lentről szokták látni Mújkót, és ezt, aki nem járt itt, nyilván nem tudja összerakni, hogy hát hova, és miért itt, és miért ide mutat, és kinek mutat. És ez azt hiszem, hogy egy kis érdekessége és izgalma ennek az iroda együttesnek. Ha már szobrokról beszélünk, Igor Jantal egy másik szoborra mutatott még a beszélgetés elején, amire szerette volna felhívni a figyelmet. Igen, hát ugye ez a szobor Ibli alkotás egy időben, hát kezdetben, hogy így mondjam, a Kocsis Ivánféle felújítás részeként, a műszaki osztályon volt a műszaki osztály, a második emeleten foglalt helyet, és az volt a különlegessége annak, és hát ez érdekes, mert egy ilyen szakfolyóiratokban meg is jelentette Kocsis Iván ezt az elképzelését, hogy miért, a városban fellelhető építő anyagkereskedők és gyártók termékeit a műszaki osztályon, tehát elsősorban az építésügyekkel foglalkozó helyen bemutatták. Egy bemutató rész volt, tehát a falon, a lábazaton, a diszkút és lábazati elemek, a parkettától kezdve a kilincsekig végig azt kívánták bemutatni, hogy Fehérváron mi elérhető, és nem pusztán csak kereskedelmi oldalról, hanem gyártói oldalról. És ezek ott voltak egy helyen, és ennek volt tulajdonképpen a dísze, az osztályvezető irodában volt ez. Hát nyilván egyrészt átszerveződött a dolog, másrészt pedig hát nyilván egy ilyen műalkotás, mondhatni, hogy még méltóbb helyre került, hát a régi polgármesteri irodában nem igazán fért volna el, ebben egy kicsit nagyobb helyiségben már inkább. Bár ugye itt van egy további műalkotás, ami ennél sokkal nagyobb ívet megjárt már, és talán magasabban is jegyzett, ami itt polgármester úr háta mögött van. Egy Pekár István alkotás 1937-38, ugye nyilván Szent István emlékévhez kapcsolódóan, és ugye négy történelmi eseményét rögzíti Székesfehérvárnak. István király építi a koronázó templomot, ugye második Endre kibocsátja az aranybullát, a töröktől való visszafoglalásnak egy szimbolikus megjelenítése jelenik, illetve Mária Terézia az udvaronc kezébe pedig egy képpel a püspöki palotával. A város címere látható középen, és belőle az életfája, nemzetfája, ez nyilván a város történelmi szerepére utal. Nagyon szép, mert megjelenik rajta a 20-as, 30-as évek Fehérvárjának több középülete, a Proászka templomtól kezdve, tehát nem csak szigorúan vett belvárosi épületek, és fenn pedig a felajánlásnak egy szimbolikus megjelenítése, ami azt hiszem, hogy megint egy nagyon szép, és nyilván Fehérvárhoz minden szempontból helyet tekintve is kapcsolódó. És nagyon érdekes, hiszen világkiállításokat is megjár, Párizsba és New Yorkba is jegyzett alkotás nemzetközileg, sőt egy ideig a New Yorki főpolgármesterhez is kötődik, mert a II. Világháború miatt egy ideig nem tudják hazahozni, de aztán hazakerül, és itt van. Egy műhelytitkot elmondanék, tisztítani kell majd lassanként. Nem olyan egyszerű, mint amilyen működik. Ugye ez nem olyan, hogy összecsomagoljuk és betesszük a mosógépbe,
hanem ehhez megfelelő tisztításra és szakemberre van szükség, és nem is biztos, hogy Magyarországon fogják egyébként tisztítani. Azért, mert itt is van, viszont olyan elfoglalt az a néhány szakember, aki ezzel foglalkozik, hogy lehet, hogy előbb kell majd tisztítani. Egyébként gyönyörű állapotban van, úgyhogy szerencsére magának, ennek a kis csodának nincsen semmi problémája. Viszont nem tudom, hogy mennyire látszik a képeken, van itt egy festmény, ami olyan érdekes, mert, és megint csak példát hozok, sokan, mikor megnézik, akkor megkérdezik, hogy mit keres ez a fehérvári polgármester irodájában, hát rengeteg rajta a víz, hát más város az miért jelenik meg a város eme fontos helyén. Hát teszem föl a kérdést, hogy más várost ábrázolja-e a kép, vagy ha esetleg Fehérvárt, akkor miért van rajta annyi víz? Hát nem esetleg Fehérvárt, hanem Fehérvárt. Tehát miért lenne a fehérvári városházán egy másik festmény, más városról készült festmény? Hát azért, mert egy vizes területen volt alapvetően Fehérvár, és ugye azok a kis szigetszerű elhelyezkedések, amelyeket itt szigetszerűen ábrázolt ugye az alkotó, azok az egykori külvárosai Székesfehérvárnak, amelyek ugye egyrészt ma már egybeépültek a belvárossal, és akkor megint csak visszatérhetnénk akár a 30-as évekhez, akár a dualizmus időszakához, amikor a nagy csatorna befedések ugye megindultak, és létrejött például a Várkörút, beboltozták a Gyümölcs utca környékét, vagy akár a Balatoni út környékét, tehát nagyon sok mindent lehetne itt említeni, és ezek a külvárosok szépen közeledtek a belvároshoz életmódban, munkában, közlekedésben és minden egyébben, tehát az az úgynevezett elzártságuk, meg az a különállásuk, az igazából ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően szűnt meg, illetve hát a gyárfejlesztéseknek köszönhetően is nyilván, hiszen a legnagyobb gyárak üzemek pedig ugye ezekben a külvárosokban épültek fel. Tehát azokon a ott még vizes területeken, amelyek magán a festményen is látszanak, és hát nyilván a kornak a jellegzetes épületei jelennek meg a belvárosban is, a történelmi városban, mint olyan van, és a külvárosokban egyébként. Akkor hittel mondhatom ugye a kérdésre a választ, hogy ez Alba régiát ábrázolja ez a festmény. Hát igen, igen. Hát ahogy ezt idáig ismerted, gondolom, és jól merted, de ha szabadna még két érdekességet hozzáfűzni. Egyrészt mégis furcsán jelenik meg, nagyon szépen szimmetrikusan helyezkednek el. Most mondom mindezt így emlékezetből, mert nem akarok itt forogni, de gyakorlatilag szimmetrikusan átvett bizonyos ábrázolásokat a középkorból, abból az időből, amikor leírások alapján készültek a városról metszetek, amikor ide török időben nem tudott senki, mert olyan, aki hát hogy mondjam, a keresztény világban megjelentetett valamilyen ábrázolást, tehát átvette azokat a törökkori ábrázolásoknak az ábrázolás módját, látványos, elsősorban esztétikai szempontból megtartották ezt a szimmetrikus ábrázolást. Másrészt pedig, ha minden igaz, 1735-ös évszám van rajta, a város külső és belső, hogy úgy mondjam, tanácsosait vagy munkatársainak a névsora van rajta, tehát egy bizonyos időhöz igenis közvetlenül köthető, tehát hozzá is lehet társítani, tehát a föliratok alapján még inkább megvan bizonyítható, hogy igen, fehérvári a kép. Székesfehérvár órái is ilyen híresek országosan, vagy akár országon kívül is. Gondolhatunk itt a virágórára, vagy az órajátékra. Az órajátékot egy az egybe Kovács Jenőnek köszönhetjük, az órajátékot Kovács Jenő gondozta, és itt is van egy olyan óra, amellyel ő foglalkozott. Tudunk-e valamit magáról az óráról? Hát szerintem legtöbbet te tudsz róla. Valóban neki nagyban köszönhető az óra léte és az, hogy működőképes. Hiszen ő volt az, akit folyamatosan néha erre járván beállította, felhúzta, működésbe hozta az órát. És hát talán annyit elmondhatunk, hogy a tragédiát követően senki nem gyűlt ehhez az órához. Tehát ez az óra, amikor utána következő alkalommal valamikor megállt, azóta nem nyúltunk hozzá, és azóta ez az óra, ez áll, és azt az időt mutatja, amikor utoljára megállt. Ez gyakorlatilag az én személyes tiszteletem az ő irányába. András gyermeke nagyon sok mindent átvett az említett alkotások, műveknek a működtetése vonatkozásában, és köszönet neki, hiszen itt egy
szó szerinti szakmunkáról van szó a legmagasabb szinten meghatározva esznek a szónak a jelentését, de úgy éreztük, hogy talán itt ez egy kicsit szimbolikus. Egyébként neki, Kovács Jenőnek még egy dolgot köszönhetünk, ha már óra is itt a Városházán vagyunk, nem tudom, hogy elhangzott, amikor a díszteremről beszéltetek, hogy ott is található egy fali óra, gyakorlatilag az óra alapon, a számlapon egy városi címerrel, azt például ő ajándékozta a városnak a 2013-as Szent István emlékévre, amikor megújítottuk a dísztermet, akkor mondta, hogy olyan nincs, hogy egy ilyen szép teremben nincs egy szép óra, és egyszer csak beállított, és azóta pedig az óra itt van, és az egyébként működik. De mondom, ez is működőképes, csak kegyeleti okokból nincs működtetve, de mind óra gyönyörű, önmagában is azt hiszem, hogy nagyon látványos, hiszen egy kifejezetten komoly darabról van szó, és mondom, van ehhez is egy kapcsolódó, igazi fehérvári kis szimbolikus jelentősége, mert hogy a történelmünk a személyekhez kapcsolódik, és aki egy pici építőkövet hozzátett, arra azt hiszem, hogy okunk emlékezni. És ha már a nevek fölmerültek itt ezen a festményen, akkor itt nem messze tőlünk egy irodába, éppen a Kutatóintézetnek és az akadémia dolgozóinak és ennek az együttműködésnek köszönhetően egyszer egy augusztusi ünnepi történelmi konferencián megkaptunk egy névsort a város esküdtjei és bírái neve tekintetében, ameddig vissza tudtak keresni. Nagyon érdekes, valahol csak keresztnév van meg, de mindenképpen érdekes odaállni és olyan neveket olvasni, akik több száz évvel ezelőtt az akkori korszakban tettek, dolgoztak, döntéseket hoztak a város fejlődése tekintetében, aminélkül mi nem lehetnénk itt, vagy legalábbis nem abban a városban lennénk polgárok, amit mi most székesfehérvárként szeretünk és tisztelünk. Azt hiszem, hogy itt a pillanat, hogy akkor rátérünk a polgármesterek emlékezetére. Igen, ha már személyek meg tisztségviselők, akkor a polgármesterekről én úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes megemlékezni, illetve hát mivel a város megemlékezett róluk több alkalommal, arra gondoltam, hogy gyűjtsük össze egy csokorba, hogy hol is jelenik meg az ő emlékezetük. Igazából három személyről van szó, illetve van egy negyedik, de ezt szerintem ti sem nagyon tudjátok, úgyhogy ez még lehet, hogy meglepetés lesz. Ugye, hogyha időrendi sorrendben haladunk, akkor Havranek Józseffel kezdődik az egész. 1878 és 1908 között volt polgármester a városnak 30 éven keresztül. Hajrá! Így tovább. Köszönöm. Ő a rekorder eddig. Fehérváriak döntenek. Nagyon sok mindent köszönhet neki a város. Szerintem most nem is nagyon kell felsorolnunk. Egyrészt ugye egy nem akármilyen családból származik. Az, hogy a Havranek cégnek abban az időszakban rengeteg megrendelése volt, az nyilván nem csak ennek a családi kapcsolatnak tudható be, hanem annak is, hogy tényleg nívós alkotásaik voltak ezt megelőzően. Az 1879-es második országos iparkiállítás, az már az ő idejéhez kapcsolódik. Aztán az Icsi-ligetnek a kialakítása, és akkor még lehetne sorolni. Ugye az egykori városkapitány, a város első tűzoltó parancsnoka, aki már ugye professzionális parancsokként jelenik meg, viszont nagyon sok helyen leírják róla, hogy közgazdasági érzéke egyáltalán nem volt, és hát sajnos a hivatali ideje vége felé olyan pénzügyi gondokkal küszködött már a város, hogy 908-ban nem sikerült a mandátumát megújítani, úgyhogy dr. Sára Gyulát választották polgármesterré. Havranekről viszont ugye a szülőháza, tehát abban az utcában, ahol egykor a szülőháza vált, elnevezték ezt az utcát róla, amit aztán később Úttörő utcának neveztek el, és aztán ugye rendszerváltás után visszakapta Havranek József utca nevet. Ugye ez a korábbi Üreg utca, tudjuk, ismerjük, hogy hol van a Felsővárosban, illetve az Icsi-ligetben, ugye az egykori lakóházán pedig egy emléktábla található meg, amit a róla elnevezett tűzvédelmi alapítvány szorgalmazására és ösztönzésére állított, részben a város, részben pedig ugye az alapítvány. Tehát az ő emlékezete az nagyjából így néz ki. Sára Gyuláról készült emléktáblát ugye te leplezted le annak idején a város részéről, tehát erről is be tudunk számolni, ugye ráadásul itt a közelben az egykori ügyvédi irodájának a helyén, ahol ma szintén ügyvédi iroda működik, található meg. Nagyon nehéz helyzetben vette át a várost, 908-ban közvetlenül Havranek Józseftől, és egy érdekesség, nem tudom, hogy ezt tudtátok-e például, ennek is ma délután utána jártam még gyorsan,
1906-ban elhunyt Zichy Jenő gróf. Ugye az a Zichy Jenő, akiről a Zichy Ligetet elnevezték, és aki az 1879-es iparkiállításnak a megrendezését kezdeményezte. És ő volt a legfőbb mecénása is. És ugye ő egy konzervatív programmal volt itt évtizedeken keresztül a városnak, illetve a vármegyének az országgyűlési képviselője, és az ő helyére Havranek Józsefet jelölte egyébként a város, illetve Sára Gyulát jelölte a város. Sára Gyula el is foglalta ezt a posztot, majd amikor 908-ban megürült a polgármesteri szék, akkor azt mondta, hogy akkor ő szeretne a városért közvetlenül tenni, és városi polgármester lesz. Mennyire igaza volt? Eljött az országgyűlésből, befejezte az országgyűlési munkáját viszonylag rövid idő után, és aztán utána 10 éven keresztül volt ugye a város polgármestere, nem akármilyen körülmények között köszönt le 1918 novemberében, ugye többek között a Széchenyi Viktor utódjával, illetve közvetlen elődjével, dr. Károlyi József gróffal együtt, aki ugye vármegyei főispán volt, és hát aztán ugye a féltestvére miniszterelnöki és köztársasági elnöke tevékenysége nyomán itt azért elég éles szóváltások, konfliktusok, egyebek voltak. Sára Gyula és Károlyi ugyanazon a napon mondtak le a tisztségükről, és ugye átadták a lehetőséget másoknak, akikről úgy gondolták, hogy az új körülmények között majd jobban fognak muzsikálni. A róla elnevezett programot ugye említette, tehát ez a másik, ami az ő emlékét őrzi. A harmadik polgármester, akiről már ugye szintén volt szó, Csitári Emil, ugye 1931 és 1941 között Fehérvár polgármestere, korábban egyébként a városháza dolgozója, elég magas tisztségekben, tehát ő gyakorlatilag végigjárja a ranglétrát. Nehéz körülmények között veszi át. Nem akármilyen körülmények között veszi át, igen. Talán Havranek volt ilyen szempontból a legjobb helyzetben, amikor elkezdte a polgármesterséget, hármuk közül, és aztán nem akármilyen körülmények között távozik a polgármesteri székből, és lesz városi főispán. Egy olyan időszakban, amikor már itt azért, hát hogy mondjam, szóval a polgári kultúrának még azért léteznek bizonyos formái, de a jogfosztások például már elkezdődnek. Például a törvényhatósági bizottság tagjai közül is ugye számosokat kirekesztenek származásuk és egyebek miatt, és többek között ezért is távozik Csitári a polgármesteri székből, de létrehozzák számára ezt az addig nem létező, illetve korábban ugye együttműködtetett, a megyei főispáni tisztséggel együttműködtetett városi főispáni tisztséget. Ugye neki is van egy emléktáblája itt a közelben, az egykori lakása falán található meg, utcát is neveztek el róla, ugye szintén a Felsővárosban, a Havranek utcához közel, ráadásul egy olyan épület található mellette, ami ugye az ő időszakában épült meg, az egykori hadtestparancsnokságnak az épülete, ami többek között szintén az ő érdeme, ugye ez a barátságháza. Ma így emlegetjük, hiszen így ismerik a legtöbben, és ugye a szobra az pedig a jellegzetes Rózsaligetben található meg, azzal az uszodával nagyjából áttellenben, ami ugye szintén az ő nevét viseli. Na és akkor itt tenném föl a kérdést nektek, hogy mit gondoltok, ki az a negyedik polgármester, akinek az emlékezete az szintén megjelenik Székesfehérvár közterületén? Nagyon régre kell visszamenni egyébként, tehát valószínűleg nem is fog eszetekbe jutni. Én csak tippelnék azt. Én is nagyon meglepődtem rajta, amikor ezzel a névvel egyáltalán találkoztam. Ne csigázz bennünket, már árul, de... Elmondom akkor, jó? Ha valaki az Alsóváros felé megy, és átmegy a Széchenyi utcai vasúti aluljáron, akkor fog találkozni egy kereszttel, egy vörös márvány keresztről, vöröskő keresztről van szó. 1814-ben állították, ez a 75-ös házszám környékén, ott a Dombos részen található meg, és ott olvasható rajta Hell György polgármesternek a neve. Ő a negyedik polgármester, akinek az emlékezetét valamilyen szinten őrzi a város közterülete legalábbis. Nagyon elszaladt az időnk, alig 8 perc maradt a műsorból, és nekem volt még egy kérdésem, amit fel fogok tenni, és majd csatlakoznak biztos a válaszban a vendégek is. Neked, mint polgármesternek a városházán kívül, melyik a kedvenc épületed a városban? Nem beszéltük meg előre a kérdést, nehéz válasz. Olyan, hogy kedvenc nincs, sok, mert hogy sok van. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy amit én nagyon-nagyon szeretek, az a hangulata ennek a városnak.
És ami miatt ezt ebben az irodában mondom, és különösen hangsúlyozom, nem tudom, hogy egy szinttel följebb az akusztika hogy hatott, de itt ebben az irodában, ahol rendszeresen nyitva van az amblak télen-nyáron, nek pont az az oka, hogy az atmoszféráját, a hangulatát lehet hallani a belváros zsongásának. Úgy szoktam a vendégeimnek mondani, hogy ha a Pátria teraszán valaki kicsit hangosabban kevergeti a kockacukrot a kávéban vagy a teában, akkor én azt hallom. Ha egymással az emberek beszélgetnek, hallom, hogyha sétálnak egyet, hallom, hogyha itt van egy kis óvodai csoport az adventben és énekel délelőtt, akkor az bejön ide és adventi hangulatot teremt itt ebben az irodában, akár a munka közepette is. És ez nem csak erre az irodára és erre az épületre igaz, hanem szerintem a város egészére. Úgyhogy én mindenképpen a hangulatát. És azért nem emelnék ki épületet, mert ha kiemelnék, 10 perc múlva azon gondolkodnék, hogy oké, de miért nem inkább azt mondtam, mert ahhoz is, és itt jövünk még ez, ahhoz is köt valami. És szerintem nagyon sokan mondhatják el, pont a város nagysága miatt, hogy sok minden van, de mégis sok mindenhez köt bennünket valami, egy személyes élmény. És hogy beszélgettünk emberekről, személyekről, akik a saját korukban tettek ezért a városért, valójában egy több mint 1000 éves város történelme az emberek története. És mi most írjuk ezeket a fejezeteket hozzá ez a nagy történelemkönyvhöz, de sose felejthetjük el, hogy emberek alkották a mindennapjait ennek a városnak, és az ő szorgos munkájuk, mindennapjaik, nehézségeik, örömeik, mosolyaik, azok, amik az építőkövei voltak ennek a városnak. Úgyhogy én, ha lehet, nem épületet emelnék ki, hanem inkább hangulatot, és talán hozzátéve, hogy ami pedig mindig meg kell, hogy határozza a mi gondolkodásunkat, hogy ez az én meggyőződésem szerint több, mint város, hogyha a magyar nemzet történelmét nézzük. Nem véletlenül is szoktuk használni, hogy a nemzet történelmi fővárosa. Ez a városhoz rengeteg olyan dolog kötődik, ami nem csak a fehérváriaknak fontos, hanem annélkül elképzelhetetlen a nemzet történetének, történelmének adott időszaka. És nem véletlen, hogy amikor arról beszélünk, hogy még a törvénycikket is itt fogadták el Szent István ünnepéről, akkor nekem minden augusztus 20-án van egy kis hiányérzetem, nem a városban, hanem a nemzet egészét tekintve is, hogy miért nem Fehérváron emlékezünk mi Szent Istvánra. És az egyházi és a világi döntéshozók irányába számomra minden augusztus 20-án kérdés. De ezt akkor tehetjük fel joggal ezt a kérdést, hogyha a mi lelkünkbe ott van az a büszkeség, amit az jelent, hogy mi ennek a városnak a polgárai vagyunk. Történelme miatt, hangulata miatt, jelene miatt, akkor minden kihívásával együtt, amivel küzdünk, amit néha jól válaszolunk meg, néha nem jól válaszolunk meg, de próbálunk tenni ennek a városnak a jövőjéért, hogy aztán ez a néhány fejezet is hozzákerüljön ez a nagyon-nagyon hosszú történethez. Én azt hiszem, hogy megfogalmaztad ennek a műsorsorozatnak a célját és lényegét ezekkel a gondolatokkal. Azt hiszem, hogy ezért indítottuk el akkor, hogy mindenki érezze, hogy milyen városban él, és hogy milyen csodák mellett sétálgat, amiket esetleg észre sem vesz a városban. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt lehettünk, és hogy segítettél kérdezni a szakértőket, hogy megtudhattunk tőled is nagyon sok mindent a városházáról, erről az irodáról és a környezetéről is. És nagyon szépen köszönöm természetesen vendégeinknek is, Váci Mártnak és Igari Antalnak, azok a szakértőknek, hogy velünk voltak. Cserpalkovics András polgármester úrat arra kérem meg, hogy helyettem most köszönj el a nézőktől, hiszen itt ülünk gyakorlatilag karácsony este. Itt ülünk karácsony este, itt van az adventi koszorú, mind a négy gyertya lángját lehet látni, és hogyha egy kicsit kitekintünk ezen az ablakon, akkor a Betlehem mellette pedig a város karácsonyfája található és látható, és hát azt hiszem, hogy ez egy igazán méltó és szép helyszín ahhoz, hogy áldott, békés és szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánjunk mindenkinek. Boldog karácsony, viszontlátásra!